37. fejezet, otthon nélkül maradt öregek. 9 órakor találkozni fogunk néhány testvérrel, hogy megbeszéljük az otthon nélkül maradt idős emberek helyzetét, mert ez a kérdés szüntelen elén kerül. Mit tegyünk velük? Az Úr elismételte az elém tárt világosságot. Gondoskodjék minden család saját rokonainak megfelelő ellátásáról. Ahol erre nincs lehetőség, viselje a gyülekezet a terheket. Az Úr meg fogja áldani népét, ha azok szeretetet gyakorolnak. Az ilyen öregek Isten szegényei, akiket nem hagyhatunk boldogtalanságban és nyomorgásban. Ha a gyülekezet sem tudja vállalni, akkor a területnek kell gondoskodni az Úr szükségben lévő gyermekeiről. Az árvákról is gondoskodni kell. Ha a rokonok nem tudják ellátni őket, akkor azt a gyülekezetnek vagy a területnek kell felvállalnia és megfelelő otthonokba helyezni őket. 151. kézirat 1898.